Ezer dolgozat született egy fogalmazás során. A dolgozat címe Légy a levesben. A kényes diák. Ebédfőzés közben nagy zúgásra lettünk figyelmesek. Először azt hittük, hogy egy repülő, de mire észbe kaptunk, már láttuk, hogy egy légy zuhant a gulyáslevesbe. De olyan nagy légy, mint egy kisebb sas. Volt, aki megkóstolta a levest, de inkább én éhezem, mint találik, mit hogy egyek belőle. Éjjel azt álmodtam, hogy az égből eső helyett legyekultak. Én olyan szerencsétlen vagyok. A fontoskodó diák. Furcsa dolog történt ma. Ma pontosan 12 óra 5 perckor egy fekete színű, közepes méretű légy 45 fokos szögbe belezuhant a gulyásleves közepébe. Bár a vizsgálat megindult, de még nem tudtuk kideríteni, hogy önszántából zuhant-e bele, vagy szárnyhiba áldozata lett. Többen azt állítják, hogy torkos légy volt, aki élete kockáztatásával akart belekóstolni kedvenc ételébe. A légy egy ideig küzdött az életéért, de úszni nem tudott. Egyesek szerint akkor enni kezdte a gulyáslevest, és nem is fulladt meg, hanem halálra ette magát. A bánatos diák. Egy légy ma belehalt a gulyáslevesbe. A tragikus eseményt nem egyértelműen fogták fel a pajtászok. Volt, aki a legyet sajnálta, volt, aki a levest. Én a legyet sajnáltam, és néhány barátommal elhatároztuk, mi megadjuk neki a végtisztességet. Díszpompában temettük el. A gyászbeszédet Béla mondta. Méltatta a légy érzemeit, és megbocsátotta neki azt a bosszúságot, amit nekünk okozott. Ha most ide jönne a mesebeli varázsló és megkérdezni, hogy mi a kívánságom. Hidd el, fiú, megjelentem. Hadd halljam a kívánságodat. A néni igazán varázsló, bármilyen kívánságot teljesít? Úgy bizony, de nincs lehetetlen. Drága aranyos varázsló néni, én nem vagyok telhetetlen. Épp ezért kérek a három kívánságból csak egyet, egyetlen egyet. Egy szó se többet? Már is tudom, mi a kívánságodat. Egy lottofölnyeremény? Igaz? Nem tetszett eltalálni. Nem pénz kell. Hát?
Drága aranyos varázsló néni, én azt szeretném, hogyha Miskolc legyen Magyarország fővárosa. Mi? Igen, igen. Miskolc legyen Magyarország fővárosa. Megbolondultál ilyen képtelenséget kérni? Hallatlan! Mondd, miért szeretnéd, ha Miskolc lenne Magyarország fővárosa? Hát, mert azt írtam a környezet dolgozatba. Sokszor hiányzott a felszerelésünk, ez persze már felsőben nem fordulhat elő. Hogy is kezdődött az óra? Mit is felejtettem el? Hová is tettem a füzetemet? Pedig bepakoltam. Egész biztos, hogy bepakoltam. Mindig be szoktam pakolni. Persze csak, miután megcsináltam a leckémet. Most is megcsináltam. Ne tessék olyan hitetlenül nézni. Tényleg megcsináltam. Még azt is tudom, hogy a 62. oldalon a 127-es példa volt feladva. Nem is az volt. Már eszembe jutott. Az 2 héttel ezelőtt volt matematikából. Már állatések növényeket kellett behozni. Tanárnéni, kérem, én gyűjtöttem. Valamelyik még meg is szúrta a kezemet. Talán a csalán? Nem. Inkább a rózsa. Vagy mégis a csalán? Vagy lehet, hogy a rózsa csíp a csalán megszúr? Tetszik látni? Teljesen összezavarodtam. Miért nem találom azt a nyomorult füzetet? Persze, nem is azt keresem. Az ember néha azt sem tudja. De én tudom, hogy lány vagyok. Igen, ezt még teljes biztonsággal tudom. De hogy a füzetemet hová tettem? Pedig emlékszem, mindenféle újságból kellett képeket kivágni egy-egy ország tájairól. Talán én kérem, én vagdaltam. Tetszik látni, hogy keresem? De nincs sehol. Rettenetes, hogy én milyen szerencsétlen vagyok. Pedig biztos voltam benne, hogy most az 1x5-ös kapok a házi feladatomra. Miért tetszik mondani, hogy hagyjam abba már a szövegelést? Micsoda, hogy magyar óra van? Hát miért nem ezzel tetszett kezdeni? Hogy miért kell hajtani? Képzeljétek, az apám megígérte, hogy kapok egy új biciklit. Persze csak akkor, ha jó lesz a bizonyítványom. Oké, mondtam, akkor ráhajtok. Mindig ráhajtok, ha van értelme. Már elsőben kezdtem. Minden betű 5 forint, minden piros pont 1 10-es. Állatian bevált az üzle. Mire vége lett az évnek, nekem lett a legtöbb zsém. Másodiktól javult a bolt. Harmadik, meg kifejezetten fellendült. Minden 5-ös egy 50-es, otthon. A nagyitól külön prémium. Negyedikben a bizért egy bringa, persze nem akármilyen. Egy csúcs szuper BMX. Ötödikben beköszön majd a szüret. Nehéz tantárgyak, mint a történelem, fizika, kémia. Külön felár otthon. A nagyitól külön prémium. Angol 5-ösért külön nyelvpótlék és rendkívüli prémium. Nyolcadikban kis motorra hajtok, alig ha nem BMW-t kérek, mert az a legjobb. Érettségire nem leszek nagy igényű, elég lesz egy merci, nem kérek Ferrarit. Diploma mellé, helikoptert, űrhajót nem kérek, mert azzal parkolási gondjaim lennének. Ja, srácok, én hajtom, mert a jó bizonyítvány nem adják ingyen, de nem ám. Mert én akarom vinni valamire az életbe. Mert itt van Gógyi. Mondjátok azt, hogy nincs igazam. A Losonci téri iskolába mindenki szívesen járna. A negyedik A a mi osztályunk, de állandóan változik a létszámunk. Tőlünk mennek, mi hozzánk jönnek, s nálunk így kicsit megpihennek. Sok fiú és lány van itt, nagy hangú, köztünk sokszor túl a háború. Jobb vagyunk, ha együkkel dolgozunk, szörnyek, ha csendben elmaradunk. Gyenge pontunk a tanulás, de szeretjük a matematikát. Kedvencünk az olvasás, nem tudjuk a helyes írás. Ilyen ez osztályon zajlik az élet, ez volt a célunk, hogy ezt megismerjétek. Az nem volt egyszerű. Nyelvtan részt
Köszönöm.